vettek egyet szüleim a cirkuszba. Nem kellett, hogy kétszer mondják. Mentem velük izgulva. A vers a Bonyhádi Általános Iskola, gimnázium és ami szervezésében megrendezett versmondó versenyen hangzott el. A helyi és környékbeli iskolák diákjai számára hirdette meg völcsegi versmondó versenyét az intézmény. A rendezvénynek hosszú évekre visszanyúló hagyományai vannak. A szervezők fontosnak tartják, hogy ne csak a saját iskolájuk falain belül mutathassák meg a diákok tehetségüket. Maximum 4 perces verseket mondhatnak, és az egy alapvetés volt, hogy ne a verses mesék legyenek előtérben, hanem inkább a klasszikus irodalmi alkotások kerüljenek előtérbe. A versenyt iskolai szinten egy válogatás előzte meg, így az egyes oktatási intézményeket a legjobbnak ítélt diákok képviselték a völcsegi versmondó versenyen, ahol 3-tagú zsűri értékelte a nebulok előadásait. Igen, szerte ágazó a versválasztás, tehát sok olyan költemény is van köztük, akiknek a szerzőjét nem nagyon ismerjük, de az biztos, hogy a gyerekekhez illő verseket választották, tehát nagyon, nagyon jó választás volt a részükről. A zsűri elnöke kiemelte, ahhoz, hogy a gyerekek megszeressék a verseket, fontos, hogy a figyelmüket felkeltő és az őket érdeklő alkotásokkal kerüljenek először kapcsolatba. A versmondásnak köszönhetően sokkal magabiztosabb felnőttek válhatnak a fiatalokból. A korosztályok legjobbjai oklevélben és könyvjutalomban részesültek a délután folyamán.